Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntök mindenkit, én Nyári Krisztián vagyok. Ez pedig egy könyvbemutató, méghozzá online módon, úgy, ahogy ezt tavasszal megszokhattuk. De nem vagyok hajlandó egyébként megszokni, hogy most ősszel is ilyenek lesznek kizárólag a könyvbemutatók. Lesznek ilyenek is, de nagyon szeretném, ha minél több valóban élő lenne. Persze ez is élő, csak máshogy élünk a saját lakásunkban, mint egy jó kis könyvbemutatón. Erről is fogok beszélgetni mai beszélgető partneremmel, aki egy csodálatos kötetet szerkesztett, ezt itt, meg is mutatom. Itt is van mellettem Péceli Dóra, én pedig itt bénázok, hogy hogyan is kell jobbról vagy balról behúzni ezt a könyvet, aminek a címe Lehetnék bárki. Ez egy vers antológia, itt így is meg lehet tekinteni. Szia Dóra! Szia Krisztián, és sziasztok mindenkik valahol a világban. Igen, hát az ilyen bemutatóknak megvan az az előnye, hogy nagyon-nagyon messziről is tudnak minket nézni. Tulajdonképpen minden tud egy ilyen bemutató, majdnem, mint amikor beszélgetünk egy kényelmes kávézóban, vagy egy pódiumon. Vannak előnyei is, de remélem, hogy nem csak ilyenek lesznek ősszel. Te hogy állsz ehhez egyébként? Azt tervezed, hogy beindul teljesen a könyves szezon, és kicsit úgy megy minden, mint tavaly ilyenkor, vagy pessimistábban tekintesz a jövőbe? Én eddig nagyon optimista voltam a könyvhét onlineosításáig körülbelül. Azt gondoltam, hogy mindenki annyira ki van éhezve arra, hogy emberekkel találkozzon, hogy akkor is, hogyha ha ezt kisebb terekben kell megtennünk, mint ahogy mi például fogjuk a prékönyveknél csinálni, el fognak jönni az emberek, de már többen jelezték, hogy nem szívesen. Nem szívesen jönnek egy kis zárt térbe könyvbemutatóra. Úgyhogy most éppen ma próbáltunk ezen gondolkodni, hogy akkor Bocsánat, én ilyen hibrid rendezvényekre készülök, hogy lesz ilyen is, olyan is, annak is tiszteletben kell tartani a választását, aki nem akar ilyen helyre jönni, meg aki úgy érzi, hogy megfelelően védett a hely, és ő maga is védekezik. Na de most itt vagyunk az online térben, és egy remek könyvről beszélgetünk, Lehetnék bárki, Tilos az Á könyvek sorozatában jelent meg. Mondhatnám, hogy sorozat, hiszen ez már egy, ami a második része valaminek, az egy sorozat. Sorozat ez? Remélem, hogy sorozat. Amikor a Szívlapát megjelent 3 évvel ezelőtt, akkor rögtön nagyon sokan kérdezték, hogy és lesz-e folytatás, fiataloknak szóló kortárs versek válogatása, de valahogy mindenki úgy gondolta, hogy pontosan ugyanaz lesz a koncepció is. Tehát akkor a Szívlapátnak az volt, hogy az akkor 3 éve élő magyar költők verséből válogattam, Dániel András illusztrációival, 150-et különböző ciklusokba, de még akkor nem tudtam, hogy ha lesz folytatás, akkor milyen is lesz. Na majd ebbe belemegyünk, hogy ez milyen lett. Maradjunk egy icipicit a Szívlapátnál, annál is inkább, mert azért ez ahhoz képest, hogy egy verses kötetről van szó, ez óriási nagyot szólt 3 évvel ezelőtt, és nagyon sokan beszéltek róla, azok is, akik nem az elsődleges célcsoportja, tehát nem a legfiatalabbak, de szerencsére azok is, akikhez ez szólt, hiszen ezt fiataloknak, fiatal felnőtteknek és kamaszoknak állítottad össze. Ha jól emlékszem, 150 vers van a Szívlapátban, és tényleg a kortárs fiatal irodalomnak a színejava benne volt. Amikor ezt válogattad, akkor úgy válogattad, hogy jó versek, amiket, ha valaki tudni akarja, hogy milyen a költészet, a fiatal költészet ma, akkor megmutatja, vagy külön koncentráltál az elképzelt olvasóra, hogy ezt fiatalok fogják a kezükbe venni. Igen, ott még ott sokkal szorosabban kellett magukra, az olvasókra koncentrálnom, hiszen ott Kányádi Sándor, Parti Nagy Lajos versek is vannak a Szívlapátban, tehát ott az erőszűrő az volt, hogy mi az, ami már nagy életművekkel rendelkező szerzőktől is átmegy egy 16 évesen, anélkül, hogy azt érezni, hogy le akarom a torkán
az általam neki gondolt kamasz verset gyűrni. Tehát valami titkot kerestem igazából mindegyik versben, amiről én azt gondoltam, hogy egy fiatal generációt anélkül, hogy tényleg szájbarágos lenne, elér. Például ezért határoztam el, hogy ciklusok lesznek, és a ciklusokban egyforma számú vers, mert nagyon féltem attól, hogy saját magamat is elragadt például a szerelem versek halmaza. Tehát kicsit attól féltem, hogy lesz benne 100 szerelmes vers, meg még valamennyi más. De saját magad saját kamaszkori énedre gondoltál, mikor összeálltottad, hogy mit tetszett volna neked akkor, vagy elképzelted, hogy milyen lehet ma egy tipikus középiskolás, aki éppen csak ismerkedik a versekkel? Is. Nagyon nagy mázim van, mert a családban van egy tucat kamasz, akik közül sokan olvasnak verseket, illetve a kiadó környékén is nagyon sok kamasz volt, akkoriban most már kezdem mindegyik nagyon felnőni, de pont akkor sokat tudtam velük beszélgetni, de nyilván ebből létrehoztam valamiféle ideáltipikus olvasót, aki persze bennem élt igazából, szóval a testét én adtam ennek a 16 éves egyszerre lány, egyszerre fiú kamasznak. Nem tudom, milyen az ideál tipikus kamasz, de én is őrizgetek itthon kettőt, mondjuk, hogy ideál tipikusak. Őnekik nagyon tetszett ez akkor. Akkor ilyen 15 és 16 évesek voltak a lányaim, és mind a kettőnek betalált. De betalált egyébként a másodlagos célcsoportban, mert ez valahogy sikerült becsúszni a középiskolai oktatásba is. Ez hogy történt? Valami olyan, nem is tudom, áldás, nem tudok más mondani, kísérte végig az egészet, hogy, és hát nyilván nagyon-nagyon sok olyan ember, aki fontosnak gondolta a középiskolai tanárok közül, hogy ezzel a kötettel kezdjen valamit. Szombathelyen rögtön volt egy illusztrációs pályázat hozzá, két színházi darab készült belőle, akkor több, akik érdeklődtek iránta, azok berakták olyan projektekbe, ami által nagyon sok középiskolai tanárhoz eljutott, és segédanyagok is készültek hozzá, hogy hogyan lehet ezt tanítani, van ennek egy honlapja, egy oldala. És ami nekem még nagyobb öröm, amit viszont az ismerős kereskedőktől tudok, hogy nagyon sok, úgymond nem, de csak lélekben fiatal, mint mi, és kereste ezt a kötetet, mert valahogy az a hír terjedt el róla, hogy kap valaki egy szeletet abból 2017-ben, hogy kb. Hogy néz ki akkor a magyar költészet. Nyilván én nagyon jól tudom, hogy mennyi mindenki kimaradt, de hogy valahogy befogadható volt. Befogadható mennyiség, befogadható számú költő, akik közül sokakra rá lehetett keresni, és további verseit lehetett megtalálni. Tehát a 20 évestől a 80 évesig mindenki volt benne. De gyakorlott vers antológia szerkesztő vagy, Szegő János előtte szerkesztetted a szép verseket, meg hát egyéb ilyen válogatás kötetek is kikerültek a kezed alól. Hogy történik az, amikor van egy célcsoport előtted, van egy csomó vers a polcodon, meg a fejedben, ez egy irgalmatlan anyag, kicsit olyan, mint elefántból szalonnázni, tehát hogy hova nyúlsz, honnan, hogy kezded el csinálni? A szép versek, ugye ott... Adjunk magát, mert ott van az idő, mint... Igen, ott van az idő, akkor... Hát ez egy tipikusan éjszakai és szombati munka. Tehát este 10 után kezdődik, és szombat egész nap a könyvtárban még pluszban. Én nagyon törekedtem arra, hogy olyan verseket tegyek be, amiket addig nem ismertem. Aztán egyszer csak kiderült, hogy mondjuk egy szerzőtől, hogy olyat válogattam, amit már előtte betettem a szép versekbe, csak elfelejtettem, hogy azt én válogattam a szép versekbe, és akkor rájöttem, hogy azért jogos, hogy vigyázni kell arra, hogy az ízlésemet toljam túl,
de azt jelenti, hogy tényleg olyan, mintha az agyadban nyitsz egy, de szerintem te is pontosan így dolgozol, nyitsz egy szeletet arra a könyvre, arra az antológiára, amit csinálsz, és minden annak van egy kicsit alárendelve. Úgy olvasol, jegyzetelsz, bemész egy kávézóba, lekapsz egy folyóratot, hát ha pont abban van. De pont ez a nehézsége, mert amikor a szépverseknél az egy nagy segítség, hogy csak az előző év folyóratban megjelent verseire támaszkodsz, és az mégiscsak egy olyan sokasság, ami persze nagyon nagy, de olyan átlátható. Én egyszer a fejembe vettem, hogy csinálok egy antológiát magyar kultúrtörténet legjobb, legszebb leveleiből. Én gondoltam, hogy 100 levelet ki lehet válogatni. Aztán lehet belőle 500, 1000, és azt neked, hogy nem lehet megcsinálni. Te meg ehhez képest megcsináltad, és mutatom, hogy nagyon jól sikerül. Szóval mégiscsak mi alapján kerültek be a versek? Ha már ott voltak előtted, a Lehetnék bárki című kötetbe. A Lehetnék bárki, akkor most átugrunk a Lehetnék bárkira. Ott is kellett hozni egy döntést. Először csak annyi volt, hogy fiataloknak, tehát fiatal költők versei, de akkor meg, még az nem volt meghatározva, hogy ki is a fiatal. És először nagyon-nagyon lentre tettem a határt, 25-re. Aztán rájöttem, hogy akkor kimaradna mondjuk ez meg az, akit én nagyon szeretek, és aztán utána rájöttem arra, hogy hát azért még a 30 is nagyon fiatal, és pont ez a rendszerváltás dátum is nagyon stimmel, tehát akik a rendszerváltás után születtek, rendszerváltozás után születtek, ők kerültek be a kötetbe. Ezzel megvolt egy elv, azt is megszabtam, hogy magamnak, hogy nem lehet sokkal több, mint a szívlapát, mert az már bevált nagyjából, úgyhogy csak 10-zel többes van. És akkor elkezdtem olvasni először azokat, akiknek már vannak kötetei. Az volt a könnyebb része. Utána pedig azokat, akik folyóratban megjelentek, és mindenféle listákat, és díjakat, és folyóratokat böngésztem. És hát az történt, hogy hétről hétre gyűlt a lista. Tehát hétről hétre nem csak nőtt a lista, tehát olyan mennyiségű fiatal kezdett el publikálni az elmúlt egy évben, hogy szerintem az eredeti listámhoz képest kétszerese volt az a lista, ahonnan végül válogattam. Szerintem körülbelül kétszerese. És végig azon gondolkodtam, hogy amikor kitaláltam az elejét, hogy na de valami még kéne bele, valami sóbors, vagy sós karamell, nem tudom, és hogy mi lehetne az, amit még hozzá tudnék tenni ehhez, és akkor jött az ötlet, hogy mi van akkor, hogyha olyan költők verse is belekerülnek, akik már nem élnek, viszont csak olyan versekkel, amiket ők is 30 éves koruk előtt írtak. Ezen gondolkodtam, és amikor terveztem, hogy majd kötözködni is fogok veled egy kicsit, nem nagyon találtam olyat, amiben tudnék kötözködni, csak itt egy pillanatra, hogy miért 30 év alattiak, hogy valahogy azt érzem, hogy azért nagyon más a 21. században egy 30 év alatti, mint mondjuk a 20-ban, nem beszélve a 19-ről. Szóval egy Babits Mihály, hogy más nem mondjuk, hogy egy Arany János, az már meg lett felnőtt ember volt 30 évesen, vagy 28 évesen. Egy mai 28 éves pedig, hát nem azt mondom, hogy késő kamasz, de még azért nem nincs életed elén, és nem azok a gondok nyomasztják, mint egy 40-est vagy 50-est. Szóval, hogy más élethelyzetben születnek mégiscsak ezek a versek. Miközben, amiket te kiválogattál, azt írhatta volna 20 évesen is bármelyik klasszikus. Igen, ez egy nagyon érdekes szempont, amit mondasz, és azt gondolom, hogy remélem, hogy sokat fognak erről írni és gondolkodni azok, akik szakmailag foglalkoznak vele. Szerintem rettenetesen érdekes ez is, hogy akár tényleg csak 100 évvel kés csak. Most már ezt úgy mondom, mintha nem tudnám, hogy az milyen végtelenül sok bizonyos szempontból, de ugyanakkor meg tényleg nem egy más világ abból a szempontból, hogy nem tudom, már mi is abban éltünk, vagy nem tudom, hogy mi már éltünk abban, nem tudom. Tehát nekünk nem annyira távoli, vagy nem tudom, de most persze kicsit egyébként meg is változott az időszemléletem ennek a
kötetnek a kapcsán, pont ezért, amit mondasz, hogy én is azt tapasztaltam, hogy nem csak az különbözteti meg őket, hogy mennyivel többen érnek formában, amit ugye szoktak felrúni a mai költőknek, hogy hanyagolják, vagy részben hanyagolják a formákat, hanem a gondolkodásuk, a vershez való viszonyuk, és a saját dolgaikhoz való viszonyuk is mennyire más, de amellett valóban próbáltam arra figyelni, hogy olyan témákat keressek a régi költőknél, ami tényleg most is él. Ami nagy meglepetés volt, csak egyetlen mondat, hogy tudtam csinálni tájvers ciklust. Erről külön is akarok, igen, mert ez nekem nagyon tetszik. Majd erről beszéljünk egy picikét a ciklusokról. Csak még itt egy kicsit, hogy persze, amikor az ember ezeket a klasszikusokat olvassa, nem tudom ki a legrégebbi benne, de bőven van 19. századi is, hogy azért van, akinél nem tudom elképzelni egy vörösnél, hogy ilyet tudna írni egy mai 20 éves. Tehát, hogy valami annyira végtelen időtlen, és ilyen öregen is bölcs, miközben fiatalon írta, hogy nem nagyon találok ilyet a mai fiatalok között, ami egyáltalán nem baj, mert ez vagy vörösnek kell születni, vagy valami olyan borzalmas tapasztalattal kell rendelkezni, ami nem baj, hogy abban a formájában nincsen. Viszont nagyon... Szóval, hogyha ez egy erénye is tulajdonképpen, amit próbáltam kötözködve mondani, mert egy tükröt is tart ennek a mai lírának, mai fiatal lírának, hogy mennyire másfajta kapaszkodói vannak egy mai fiatal költőnek, mint egy 50-100 vagy 200 évvel ezelőttinek. Ott hogyan válogattál? Egyszerűen megnézted a kedvenceidet, hogy mit írtak fiatalon? Kaotikusan indult a dolog. Nyilván az ízlésem ott még sokkal jobban beleszólt, tehát nem tudtam volna egy József Attila nélkül elképzelni ezt a kötetet egyáltalán. Nagyon szerettem volna, bár nekem nem kényszeres, hogy minél több nő szerző legyen a régiek közül is, hiszen azt láttam, hogy a fiataloknál, és ez egy óriási változás. Tehát most, és még a Szívlapáthoz képest is látszik, hogy sokkal magától értetődőbb volt a nemek arányának a kiegyensúlyozottságot. Nem kellett vadásznom, hogy még legyen, de a régieknél ott azért igen. Nem csak azért, mert ott van Czóbel Minka, akit például nagyon szeretek a régiek közül, viszont neki, ő meg 30 éves kora előtt nem tudtam kibányászni, hogy mit írt. És hát az irodalomtörténész ént egy idő után azért nagyban érdemes volt visszavágni, mert akkor még mindig nem lenne kész. De hát igen, nagyon... egy adottság, hogy nem jutott el odáig egy nő 19. században, de még a 20. század első felében sem, hogy publikálasson, még egyetlen verset is írt, és nagyon hamar el is hallgattak, tehát ma azért tényleg sokkal kiegyenlítettebb, még akkor is, hogyha az érvényesülésnek, most itt a kultúrszociális útját mondom, az biztos, hogy sokkal rögösebb még ma is egy nő számára, de nincsen az, hogy már olyan szűrők vannak a társadalom, hogy el se jut odáig, hogy egyáltalán leírjon egy verset egy papírra, mert egy férfihez képest sokkal nehezebb volt. Tehát tényleg, amikor leveszünk a polcról 20. század és 19. századi költőket, akkor 10-ből egy a nő, jó esetben. De jó esetben. Akkor már gyűjtötted a női szerzőket. Igen, akkor szerettem volna, és hát így is. És hát aztán még ott van az, hogy megtaláljuk az örököst, például Lesznai Anna, aki nekem egy véletlen nagy felfedezésem, nem most, hanem pár évvel ezelőtt, neki Amerikában élnek a leszármazottai, és nem voltam benne biztos, hogy sikerül megtalálni. De sikerült, igen, és nagyon-nagyon kedvesek voltak, és nagyon kedvesen hozzájárultak. Az is szempont volt, hogy ez is egy nehéz döntés, hogy mindenkitől vagy egy vers, vagy kettő. Ez megint egy önkorlátozás is,
volt, hogy ne a kedvenceimet nyomjam, ne nyomjam tele József Attilával és Petrivel, mondjuk a kötetet, de az is, hogy ne legyen ez a, tehát mindig mondják, meg ugye mindig félünk attól, hogy ugye aki nem kerül bele, az úgy érzi, hogy akkor most megint kimaradt a kánonból, ha meg elkezdek 3-4-5-1-2 verset berakni, akkor viszont tényleg elkezdek önkéntelenül kanonizálni, ráadásul a saját tudásom alapján, és ezt nagyon, amennyire lehet, annyira szerettem volna elkerülni. Mi menjünk bele ebbe a kanonizálásba, mert egy szerkesztő az kanonizál, akár hogy is berzenkedik ettől a címtől, hogy egy kanonizátor, de hát a válogatás maga az, nem beszélve a ciklus alkotásról. Ugye nem nagyon tudunk most bemutatni verseket, mert hova nyúlna az ember, de hát adja magát, hogy van egy kitüntetett vers, mert a cím az mindig kitüntet, ez a lehetnék bárki, ami nem egy vers cím, hanem egy vers részlet, Veszprémi Szilveszternek az Ecet muslicák elmenekülnek a széndioxid elől című verséből való. Meg kell mondjam, én nem ismertem Veszprémi Szilvesztert egyáltalán. Ez a verse viszont elég betalált, meg a másik is, ami bekerült. Mit tud a szerkesztő elmondani róla? Természetesen bölcsi. Észak-Magyarországról származik, és hát ő az ő irodalomban él és gondolkodik, és tanul, jól értem, akkor most vagy Pécset, vagy Szegeden folytatja tanulmányait, és nagyon komoly olvasó is, tehát aki blogger olvasó, aki ezen a módon is benne tartja a követőit az olvasásban, és egyben költő is. Úgyhogy szerintem ő, ha minden igaz, akkor kollégánk lesz minden szempontból. Igen, nekem úgy tűnik, hogy bőven fogunk még róla hallani. Hát nem, sajnos itt mégiscsak a cím miatt kivételeznek. Egy verset azért felolvasok, ezt a cím, nem címadó, hanem címihlető verset, mert utána rögtön eszembe jut róla valami, és akkor azt szeretném elmondani neked. Szóval Veszprémi Szilveszter, az ecet muslicák elmenekülnek a széndioxid elől. A nő lefelé tart a mozgó lépcsőn, sír. A barátnője próbálja vigasztalni. A padon ülő srác a rágójával játszik, és bámulja az előtte elrohanókat. A vendég a kávézóasztalánál mosolyog, a könnyed járású baristára, aki lóherét rajzolt a kávéhabba. A korlátnál az apa fogja a gyerekét. Együtt nézik a szökőkutat és a világos lazac járólapot. Lehetnék bárki. Az osztálytársak közül az egyik, akik vidám füzetekkel lépnek ki a papírboltból. A srác, aki sálakat próbálgat, és most egy sonkavöröset választ ki. A lány, aki az új rúzsát szorongat vál a drogéria előtt, és kerülgetik a rohanó emberek. A tömeg egy közös színuszcsomó impulzusára löktet. Én pedig csak egy vértest vagyok, aki öntudatlanul szállítja az izomrostok közti hajszálerekben az oxigént. Ha valaki keresne, hagyjon üzenetet. Nekem erről a versről egy olyan fiatal Petőfi vers jutott eszembe, persze Petőfinek csak fiatalkori verse van, így aztán könnyű, ami nekem nagyon hasonlít erre a kérdésfeltevés. Ezzel ki vagyok én, nem mondom meg című vers, amit nem fogok felolvasni, csak az első verszakát. Ki vagyok én, nem mondom meg, ha megmondom, rám ismernek. Pedig ha rám ismernének, legalábbis felkötnének. És azért azt is mutatja egyben, hogy vannak azért nagyon időtlen érzések. Főleg, hogyha az ember eléggé fiatal. Tehát, hogy ez ugyanazt, csak máshogy. Igen, hát tulajdonképpen, hogy amikor az egész kezdett összeállni a fejembe, akkor ez az egésznek a tétje, ez a ki vagyok én. Tehát, hogyha
És ezért örültem nagyon, amikor aztán végül meglett, elég korán meglett a Lehetnék bárki, de pont azért éreztem nagyon otthonosan benne magam, mert ez az identitáskeresés minden téren, amit tulajdonképpen szem előtt tartottam, amikor a verseket válogattam. Bármilyen módon, bármilyen ciklusba soroltam, azért mégiscsak ez a központi, a legközpontibb motívum, hogy ki vagyok én, ami egy picit itt, még ugye költőileg ez a Lehetnék bárki, ez így megtalált engem, ez a sor. Mesélj egy kicsit a ciklusokról, mert ez nagyon fontos, és hát az egész kötetet nagyon meghatározza a te általad kiválasztott ciklus szerkezet. Egy szerkesztő a válogatás mellett ezen a ponton alkot igazán újat. Tehát ettől a tiéd, hogy kiválogattad, és aztán pedig újra értelmezted ezzel a ciklusba rendezéssel és a sorrenddel. De a Szívlapádban még csak 5 ciklus volt, és nagyon bizonyos értelemben költészetileg magától értetődő ciklusok, szerelem, születés, halál, lételmélet, művészet, közélet. Szóval, ahogy irodalomórán tanuljuk körülbelül. Most viszont nagyon sokféle ciklus van, és néha nagyon hagyományos, mint ahogy előkerülnek a tájversek. Szerintem tájvers ciklus az elmúlt 50 évben antológiában nem volt, de lehet, hogy ezt csak úgy gondolom. Nem, szerintem sem volt egyébként, és én se, erről én se tudtam, hogy lesz. Tehát amit szerettem volna, és az is nagyon hagyományos, de én nagyon szeretem, ez az évszakok, amit az utolsó ciklus lett, és ez egy ilyen nagyon, azt gondoltam, hogy egy kicsit féltem, hogy nem fog lejönni belőle, hogy én miért merem ezt vállalni, úgyhogy ez egy picit, hogy mondjam, hát olyan nagyon klasszik, na, évszakos verseket. De amikor ez még átvezet a Szívlapádhoz, csak ott már elengedtem, akkor így rájöttem, hogy lehetett volna egy ilyen ciklust csinálni, mégpedig azért, mert elkezdtem, hogyha most irodalomtörténész lennék rettenetes sok idővel, akkor biztos, hogy írnék arról egy tanulmányt, hogy a kortárs versek, amelyekben valamilyen módon évszakok szerepelnek, azok hány irányba indulnak, vagy hány irányból érkezünk az évszakokhoz. Vagy az évszakoktól hány irányba... Szemináriumi dolgozat témát hallottak, most kérem, jegyezzék fel. Igen, ez tudtam, hogy egy ilyen ciklus lesz, meg hát tudtam, hogy nyilván a szerelmet nem fogom elengedni, mert azért az furán venné ki magát, de nagyon szerettem volna felborítani a Szívlapád ciklusait, nem azért, mert nem voltam vele megelégedve, hanem akkor jó egy antológia, hogyha a szerkesztő is lép valamerre, nem ugyanabból a pozícióból csinál egy második részt, hanem gondolkodik azon, hogy mi az, amit nem hozott ki az elsőből, vagy mi az, ami még kihozhat egy harmadikból is. És akkor beütött a város. Az is gyorsan érkezett, és még nevettem is magamban, hogy hát persze, táj, az biztos nem. Tehát ez nem tud, nehogy lenne, nem lehet. Tehát Balatonról kiírom a verset, meg nem tudom, mi az, hogy táj. És aztán így nagyon megfogott ez, hogy milyen jó lenne, de hogy a fenében nem akarok olyan ciklust, akkor még nem volt meg, hogy itt is minden ciklusban ugyanannyi vers lesz, mert nem akartam belekényszeríteni magamat ebbe a borzalomba, de aztán úgy lett. Pontosan megint azért, hogy ha nincs meg ugyanannyi jó tájvers, mint városvers, akkor hagyjuk a fenébe ezt a tájverset, akkor ezt én találtam ki, hogy ez egy jó ötlet, és onnantól valahogy elkezdtek dőlni. Szóval nézzük, mondom, hogy ciklusonként 20 vers szerepel, amiből kötött számú kortárs, és kortalan, ahogy mondjátok, tehát klasszikus van, azt hiszem, 14-6 így van arányban.
Ez is egy remek eszköz egyébként középiskolai irodalomtanároknak, meg talán egyetemen is, hogy össze lehet szépen, tényleg ott van, kézbe van adva a tájversnek a 200 éve, és nagyon jól össze lehet hasonlítani, tehát ez egy ilyen kulturális komparatisztikai gyakorlat is lehet, túl azon, hogy még jó is olvasni. Nagyon aranyosak a szerzők, mert van Insta oldala a könyvnek, és kitaláltunk egy barátommal, Lapos Renátával egy tesztet a szerzőknek, ami mi adtunk nekik kérdéseket, és ez alapján csináljuk az Instájukat, és az egyik és akkor azt gondoltam, hogy legyen egy számomra gyilkos kérdés, hogy megint csak előre haladjunk, és az a kérdés is szerepel, hogy melyik verset tennék be az antológiába azok közül, amiket én nem tettem be. Tehát, hogy a 30 éve, és lehet kortárs vagy kortalan klasszikus költő is, és volt már olyan, amit utána találtam meg, miután leadtam már az anyagot, és olyan volt, mintha itt egész orrom alá dörgölnék, hogy na, tessék, ez neked is... Hát, mindig ilyen. Ez nem baj, tehát én azért is, én örülök neki, tehát jó szembesülni azzal, hogy mennyire sokféle dolog történik. Arról nem beszélve, hogy volt egy végig gondolt antológiád, a Szívlapát, ahonnan egy csomót be lehetett volna emelni, de hát az ember meg nem ismétli magát, úgyhogy az is adta magát. Tehát egy csomószor, amikor ezt átolvastam, ezt a könyvet, akkor eszembe jutottak azok a versek is, úgyhogy ilyenkor az ember gondolja, lehet, hogy azt most kellett volna, nem akkor, legalábbis én, amikor hasonlót csinálok, akkor mindig ez történik. De hát ez pont jó, azért jó, hogy az online térben ezt folytatjátok valamilyen módon, mert akkor mindenki megszerkesztheti ehhez még a saját appendixét, és akkor van egy még jobban kibővített kötet, meg hát bármilyen ciklust is lehet belőlük összerakni szabadon. Szóval az hány ciklus akkor ez? Biztos, hogy kicsit. 8, ugye 160 vers, igen. 8 ciklus, és én mindig Tére János jut eszembe, amikor egyszer beszélgettünk, még akkor nem is csináltam antológiát szerintem, de egy hosszabb beszélgetésben voltunk az antológiákról, már nem tudom miért, és akkor én elkezdtünk agyalni azon, hogy X kötetnek hogy kéne kinéznie, és akkor én nyilván ilyen teljesen kóbor szavakból próbáltam összerakni a ciklus címeket, és mondta, hogy nem, ez nem így működik. Legalább addig jussak már el, hogy egy versből kiveszek a ciklusból, és azt a címet adom neki. Igen, mutatom, hogy ilyenek a ciklus címek, tehát, hogy tulajdonképpen ez egy feladvány is az olvasónak, hogy olvassa végig, és akkor ki tudja találni, hogy mi szervezte a ciklus. Mert nincs odaérve, hogy tájversek, hanem van egy belső cím, amiből persze lehet következtetni a tartalomra, de nem kötötted meg annyira szigorúan és szorosan az olvasó kezét. Vagy szemét, mert nem lehet kötni. Hát is. Igen, tehát, hogy hát igen, ez, tehát nem az van ott, hogy évszakok, de rá lehet jönni. Holott persze vannak máshol is olyan versek, ahol az évszakok megjelennek. Nagyon szeretem ezt a módszert, nagyon beleszerettem igazából pont azért, mert az a 8 ciklusnál egy az, ami egy kicsit vegyes, talán pont ahol kinyitottad a Bordaréka idézettel, ugyanis, hát azért mindenképpen szerettem volna folytatni egy ciklust a Szívlapátból, ami ott az Isten ördög lételméleti kérdéseket feszegeti, mert arra kaptam a legtöbb kritikát. A Szívlapátban. És engem ez rettenetesen meglepett, mert én azt gondoltam, hogy az az egyik legerősebb ciklus, és nem is az esztétikai
problémák miatt, vagy nem is esztétikai szempontú kritikákat kaptam, hanem hogy nem tudnak vele mit kezdeni. És ez nagyon szíven ütött, mert én viszont itt érdekes módon itt éreztem, hogy tévedésben vagyok, vagy legalábbis a visszajelzőim alapján tévedésben vagyok, mert én úgy tudom meg, hogy ennél mindig foglalkoztat ez engem, de hogy abban az időben az, hogy mit jelent számomra Isten, mit jelent számomra a létezés, az valami égető dolog volt. Ami én úgy éreztem, hogy ott nekem el fog dőlni a sorsom akkor, hogyha itt előbbre jutok. És azt, még tanároktól is azt a jelzést kaptam, hogy a gyerekek nem tudnak vele mit kezdeni, és akkor rájöttem, hogy lehet, hogy bennem is van hiba ez ügyben, de igazából itt arról van szó, hogy annyi mindent kell végig gondolni ezekben az időkben, hogy ehhez több kulcs kellene a gyerekek kezébe, hogy ezekkel a versekkel tudjanak mit kezdeni. Uh-huh. És azért az lett a cím, az lett a ennek a ciklusnak a címadó idézete, hogy megismételhetetlen vagyok, mint egy elszalasztott kozmikus üzenet. Ez Borda Réka verséből van, és itt egy sokkal komolyabb vegyes salátát csináltam. Nagyon sok érdekes módon, ami a tájversek mellett még meglepő motivum, hogy elég sok mitológikus elemet találtam a versekben, és és a kozmikus üzenetekkel bezáróan beletettem egy csomó olyat, amiben görög mitológiával kapcsolatos sorok vannak, vagy személyek vannak, és beletettem olyan típusokat is, amikbe a szívlapádba, és most nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez a picit még sokszínűbb hasonló ciklus, ez hogyan fog működni. Egyébként mindig ezt a legnehezebb összerakni, vagy legalábbis nekem ez volt mindig a legnehezebb, mert de azt gondoltam, hogy itt van másféle felelősségem, és nagyon érdekes volt, hogy ezzel küzdöttek legnehezebben, legalábbis akiktől én visszajelzést kaptam. És akkor az, hogy megalkottad ezeket a ciklusokat, abban már benne van a te szerzői, szerkesztői szempontod is, tehát bizonyos értelemben a nagy egész az nagyon a kezed nyomát viseli, és akkor ennek az ellensúlyozására van az, hogy például cikluson belül ABC sorrendben vannak a költők, tehát ott már nem akartál értelmezni, valamint az a másik sajátossága, hogy nincsen évszám. Igen, igen, a szívlapádban iszonyatosan végig gondolva mindegyik ciklusba, én szerintem beleraktam egy történetet a versek sorrendjébe. Tehát azt gondoltam, hogy ezt fogják a legjobban kiemelni a kritikák, hogy mindegyikben van egy történet, amit ki lehet olvasni. Nyilván ez mindegyikinek más történet, de hogy lehet ezt látni. És rájöttem, hogy ez nem így van, ezek az én történeteim, hiszen a legtöbben nem az elejétől a végéig olvasnak el egy ciklust. Már csak ilyen technikai okokból sem. De itt az történt, hogy itt is ezt akartam csinálni, és az volt, hogy viszont ott mert megvoltak nekem egy csomó esetben, hogy melyik verset akarom nagyjából egymás mellé, vagy egymás után tenni. És elkezdtem megnézni, mit tudom én, volt ilyen 10-15 vers, amit mindenképpen egymás mellé szerettem tenni, és kiderült, hogy ezek ABC-ben jönnek véletlenül nagy részt egymás után. És akkor rájött, és akkor azt mondtam, hogy jó, hogyha ezek így kiadják ezt a, nem 100%-ban, de azért az ember engedjen, akkor mi lenne, ha megpróbálnám ezt a nagyon egyszerű dolgot, és aztán volt olyan élményem is, amikor olyan összefüggést láttam meg a két vers között, csak azért, mert ABC-ben volt, és úgy került össze, amire addig nem gondoltam.
És akkor nagyon, és ezzel most nagyon elégedett vagyok, hogy, hogy ezt így látszólag nagyon nagy szerencsém volt egyébként. Tehát látszólag csak ABC, de igazából valahogy meg mégsem. Nincsenek évszámok, szívlapátban sem voltak. Itt megfojtottam magamban a filológust, ugyanis van olyan vers, például a kortársaknál, ami még meg se jelent folyóratban. Jó, hogy ez egy technikai probléma is volt, hogy akkor mi legyen, ha lenne évszám, mi lenne az évszám? Igen, ez csak ezen múlt. Tehát, hogy nem lehet a nyugatos megjelenés, a kötet megjelenés, az összegyűjtöttben megjelenés, évszámát tegyük be, hogyha azt a verziót tegyük be, például itt az utószóban ezt egy nagyon egybekezdést szántam rá, hogy azért ezt kicsit kizárjuk, tehát mondjuk a Térei János verse, ami egyébként bőven 30 éves kor előtt született, más a címe, és a örökös azt kérte, hogy az utolsó verziót használjuk, nagyon pici. Tessék? Ez a fészekalja? Igen. És akkor most melyik évszámot tegyem oda? Úgyhogy elengedtem. Nagyon-nagyon szerettem volna legalább ennyit, bár a szívlapátból sem. Tehát azoknak hiányzik, akik nagyon irodalomtörténeti szempontból nézik. Voltak ilyenek, teljesen egyetértek, én is ilyen vagyok, imádom, ha ott van az évszám. Viszont abba, hogy ilyen össze... Na, akkor viszont azt mondom, hogy inkább ne legyen, mint valami katyvasz. Tehát az nekem nem megy. Én azt hittem, hogy miközben ez teljesen racionális érv, hogy ez egy nagyon tudatos, ilyen poétikai döntés, és nekem tetszett is, miközben én is nagyon szeretem az évszámokat. Azt nyilatkoztad egyébként, mikor erről a kötetről kérdeztek, hogy hozzád éppen akkor, mikor kérdeztek a fészek alja, tehát a Térei vers áll a legközelebb. És hát egyébként nekem is, azt nem tudom, hogy a leg, mert attól mindig megijedek, ha egyet kell mondani, de biztos, hogy a 10-ben benne van. És persze hülyeség megkérdezem, miért, mert ezt tudjuk, de hogy nagyon így utólag olvasva már azért más jelent, mint amikor ezt, hát nagyon fiatalon, biztos, hogy 20 éves korában írta, és szembe se kerülhetett volna. Ugye ez egy betegségvers. Csak persze egy másféle betegség. Úgyhogy én most nem is ezt kérdezem tőled, hogy melyik a legfontosabb, hanem az, hogy ajánljál mondjuk 5-20 év körüli szerzőt ebből a kötetből. A szubjektivitásnak minden nehézségét felvállalva. Hát hálátlan dolog, mert tényleg hálátlan, de nem bújok ki, mert nem szeretem, mikor azt mondják, hogy jaj, megkérdezték, melyik a kedvenc ételem, jaj, nem is tudom. Én szeretek játszani, úgyhogy játéknak fogom. Akkor ezt a kérdés, hogy melyik 5 költőt ajánlja ma délután? Így van, ma. Ezt így, ahogy mondod. Hát mindenképpen ajánlom Bordarékát, akinek a neve egyébként is már elhangzott, és ennek duplán örülök. Ajánlom mindenkinek Locker Dávidot, akinek például még nincsen kötete, de sok versét megtalálhatjuk már mindenféle folyóratoknak az online oldalán. Ajánlom Endrei Nagy Ágostont, aki hát most végzett középiskolában, most kezdi a magyar szakot. Ő a legfiatalabb talán. Ő a legfiatalabb, igen. Tehát aki egyébként ő is jön Budapestre a magyar szakra, úgyhogy ő is, ővel is tudunk most már személyesen is találkozni. Aztán ajánlom Iczés Ambrust, akit éppen szeretnék rávenni, hogy folytassa azt, amit elkezdett. Egyébként ő meg elméleti nyelvészetet tanul, és vele volt alkalmam teljesen ettől a kötettől függetlenül többet beszélgetni, és akkor derült ki, hogy egyébként most ő nem tudja, hogy hol tart ezen a költői pályám, és nagyon szeretném, hogyha folytatná.
és ajánlom Seres Lili Hannát, akinek szintén van kötete már, hogy akkor legyen kötetes és kötet nélkül is, és köszönöm. Hát még nagyon sokakat tudni. Hát egyébként tényleg jó kézbe venni utólag is. Azóta nem is mindenkit ismerek személyesen egyébként, például a Veszprémi Szilveszterrel nem találkoztam, de másokkal sem, ez is most tavaszra, nagyon szerettem volna most ősszel egy találkozót, most különböző okok miatt ez nem lesz, de tavasszal csinálunk egy hatalmas, lehetnék bárki felolvasó turnét itt Budapesten legalábbis, ez a tervem már megvan. Várjuk. És hát itt mondtad, hogy öröm kézbe venni, és ennek van még egy oka, túl azon, hogy amit te meg a költők beletettetek, de ennek van egy még egy társalkotója ennek a kötetnek, ez pedig a könyv illusztrátora, Locsmándi Mátyás, akit én nem ismertem korábban a munkáit, de hát tényleg csak elragadtatással beszéltek róla. Hogy ki ő, hogy találtad, miért őt választottad, egy kicsit erről meséljen neki. Teljesen, főleg az ő szempontjából konkrétan egy mesesztori, ugye azt is eldöntöttük, hogy az illusztrátor is 30 év alatti lesz. És akkor rájöttünk a pagonyosokkal arra, hogy igazából nem nagyon ismerünk 30 év alatti grafikust, és azt se tudjuk, hogy hogyan tudunk ilyet találni. Úgyhogy maradt a jó öreg internet, elkezdtünk konkrétan keresni fiatal képzőművészek munkáit. És ezt összegyűjtöttük Kovács Esztivel, hogy ki neki és nekem ki tetszik. Abszolút nem tájékozottunk máshonnan, és utána leszűkítettük, azt hiszem, hogy 5-re vagy 6-ra, ami mind a kettőnknek tetszett, és láttunk benne fantáziát, és felkértük őket egy próbamunkára. Elküldtünk, akkor kiválasztottam néhány verset, amiről úgy gondoltam, mert ez ugye jó régen volt, hogy ezt mindenképpen bele fogom tenni, de hát úgy voltam, hogy ha mégse, akkor meg bum. És elküldtünk nekik egy válogatást, és adtunk nekik egy határidőt. És amikor megjöttek a munkák, nem mindenki készült el, de kaptunk nagyon jó néhány izgalmas anyagot, de egy volt olyan köztük, akiről azt láttam, hogy bárki is ez az ember, az végig tudja nekem vinni a köteten azt, amit ő elkezdett. És ez volt a Matyi. Tehát sose láttam, nem beszéltem vele, elmentem volna mellette az utcán, és azt láttam, hogy rettenetesen érzi, amit csinál, és hogy nem lesz probléma azzal, hogy fogsz, akkor még nem tudtuk pontosan, de mondjuk 150 vers és elválasztó rajzon újat hozni. És végig nagyon szorosan dolgoztunk, elképesztő jó kérdései voltak, csak a borítóról, más borító tervezése előtt leültünk csak azért, hogy megkérdezze, hogy mit szeretnék, hogy úgy briefeljük, tehát másfél órát briefeltünk csak a borítóra. De hozzá kell tenni, hogy utána ez jött. Színekkel még volt játék, de ilyen nagyon kevésszer van, ezt nem, neked nem kell mondanom, hogy valaki elsőre megcsinálja. Akkor már jól benne voltunk, hónapok óta dolgoztunk, ciklusonként küldtem neki a verseket, próbáltam kiválogatni a már a ciklus elválasztó idézeteket, hogy ott nagyon nehéz dolga volt, mert ugye ott pár sorból kellett egy dupla oldalas rajzot csinálni. Az egyébként az ő ötlete volt, hogy dupla oldalas legyen az elválasztó rajz. És akkor kiválasztottam neki 4-5-öt, és akkor abból neki kellett kiválasztani, hogy mihez tudna, melyikhez tudna rajzot készíteni. Az volt a legnehezebb. Elválasztók, itt csak mutatom a nézőknek. Azzal voltunk meglőve, mert én meg ugye, én is nehezen találtam meg olyan idézetet, ami szerintem jól illusztrálható, de szenzációsak lettek azok is, nem csak a kis rajzok. És hogy nem lekottázza a szöveget,
nem is valami nagyon szabadon valami teljesen más csinál, hanem a valami olyan egyensúlyban van, hogy azért a vers a főszereplő, de nagyon, nagyon ott élnek mellette a grafikák, tehát ez tényleg ideális egyensúlya a kettőnek, tehát tényleg jó, hogy megidézhettük Locsmádi Mátyás nevét, mert róla is fogunk még hallani, nem csak a kötetnek a szerzőiről. Nyilván adja magát a kérdés így a vége felé, hogy akkor hogyan tovább? Lesz még hasonló antológia, mit tervezel? Nyilván ezer másik dolgot persze, nem csak vers antológiákat készítesz, de mondjuk ezen a sorozaton belül lesz-e belőle igazi sorozat, mert az legalább három kötet kell. Remélem a kiadó is így gondolja. Szerintem akkor tud egyébként lenni, hogyha megint meg lesz az a, hát az a sós karamell, hogy mitől lesz egy harmadik kötet, egy új illusztrátoron és nyilván új verseken kívül izgalmas. Nyilván lehet csinálni bármelyikből sima folytatást, bár ezek után nem hiszem, hogy ez fog történni. Teljesen vicces lenne, hogyha mindig azt szoktam mondani régebben, akkor, hogy a Szívlapátnak a folytatása a gerebje lesz, de nem maradt ott osztatlan siker. Nagyon, nagyon szeretnék még antológiákat csinálni, és ezeken gondolkodni, de amíg meg nem lesz, vagy egy konkrét felkérés, hogy mit kíván a magyar könyvpiac, az is egy nagy ihlető forrás, vagy nekem, hogy mi lehetne az, ami még egy oldalát megmutatja, addig nem merem megígérni, de nagyon szeretném. Hát és persze ez az is kell, amiről ilyenkor keveset szoktunk beszélni, de hát az nagy, a legfontosabb, hogy vegyék meg minél többen, úgyhogy arra biztatom a nézőket, hogy akik azt akarják, hogy legyen harmadik rész is, és még sok nagyon jó vers kerüljön fiatalok kezébe, azok másokat is arra biztassanak, hogy vegyenek ilyen könyveket, vegyék meg például lehetnék bárkit. Ehhez persze az kell, és ezt szerintem az utolsó néhány percben azért ejtsük szóba, hogy én mindig találkozom ezzel a feladattal, és hát jól-rosszul próbálom megoldani, hogy nagyon sokszor egyszerűen el kell magyarázni, hogy miért kell verset olvasni. És az embernek vannak rá bevett paneljai, de én arra vagyok kíváncsi, hogy te mit mondasz? Tehát, hogy hogyan győzöd meg azt a fiatalt, aki egyébként nem idegenkedik tőle, de nem is tudja, hogy olvassa-e vagy sem. Mindig csak konkrét verssel. Mindig azokat is, akik nem annyira szeretik. Valahogy nekem a vers az egy ilyen imádkozás státuszban van a versolvasás. Nyilván egy versantológia összeállítása az a kemény munka kategória, az már egy katedrális építés, de azt gondolom, hogy valamilyen olyan sűrűséges ürítménye az életnek, a nyelvnek és az érzelmeknek, a világnak, amit nem tud más megadni, mint egy vers. Az 5 perc, amit eltölt az ember az olvasásával, hogyha mindenki azzal kezdene napját, például, hogy elolvas egy random verset, bármelyik antológiából, vagy csak akár az internetről, mintha kihúzna egy útmutatást a napjára, akkor másképp rendeződnek a gondolatai a világról. Szavakat kap, és képeket kap, és gondolatokat kap, és érzelmeket kap valami felé, ami felé megyünk, amit úgy hívnak, hogy egy más világba költözés, vagy elmúlás. És egy ilyen eszenciális pillanata lehet a napnak, vagy egy hétvégének, amikor az ember összeköltözik egy verssel. Én néha szoktam üzletembereknek tartani irodalomról, meg könyvekről ilyen, nem is tudom, szemlélet formáló előadásokat, és tulajdonképpen ugyanazt szoktam mondani, hogy most elmondtál, csak más szavakkal. Ez a sűrűség valószínűleg a központi szó, meg azt meg szokták érteni, hogy amióta emberi civilizációban nem találtak ki annál
tömörebb eszközt az érzelmi tapasztalatok átadásának, mint a vers. És ezt egyébként egy üzletember, akinek a tömörítés az amúgy egy otthonos dolog, meg szokta érteni. És valószínűleg más szavakkal, úgy, ahogy te mondtad, úgy egy középiskolás fiatalnak is jól el lehet mondani, hogy egyszerűen becsomagolva kicsivel valami olyan sokat lehet kapni, hogy nagyon megéri. Úgyhogy más nem is tudok mondani, mint hogy olvassanak sok verset, hogyha van a családjukban kamasz vagy fiatal felnőtt, akkor adják a kezébe vagy a szívlapátot, vagy most már lehetnék bárkit is. Lehet benne kortársakat és klasszikusokat, kortalanokat olvasni. Olvassanak ma is, meg holnap is, minden reggel. Dóra, köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm, Krisztián, nagyon jó volt. Ez a kötet, nagyon sok nevet megismertem belőle, akiket nem ismertem korábban, úgyhogy már csak ezért is jó, hogy az is vegye kezébe, aki bizonyos folyóiratokat olvas, kedvenc szerzői vannak, mert akkor elsiklunk nevek mellett, velem is ez történt, úgyhogy ezért is jó antológiát olvasni. Olvassanak antológiát, viszont látásra. Szia Dóra, köszönöm, hogy... Szia Krisztián, szia, viszlát! Viszont látásra.